Ismét elérkezett az ideje annak, hogy a szakértők keresik Pannonia kincsét. Az idei esztendőben is hatalmas munka áll a verseny mögött. A szervező Pannonia Pálinka Kultúra Egyesület több hónapja készült a megmérettetésre. Gyakorlatilag a harmadik Pannonia párlat versenyre, hát Pannonia egész területéről, illetve azon is túl, ugye itt szoktuk hirdetni. Hát valóban így volt, tehát nem csak Magyarországról, hanem minden megyéből, majdnem minden megyéből. Pontos adatunk még most sincs, mert gyakorlatilag annyira az utolsó pillanatokban érkeztek minták. Több mint 80 nevező az, amit biztosra tudunk, illetve amit nagyon biztosra tudunk, hogy 580 tétel érkezett be. Ebből mindössze egyetlen egy érvénytelen nevezés volt, tehát 579 pálinkát fognak itt a mai napon a szakértői zsűrink csapat megnézni. Ugye ez azért is fontos kiemelni, mert a Pannonia párlatversenyen mindig is csak is kiváló bírákat hívunk, akik pálinka szakmérnökök, hivatásos pálinka bírák, illetve hát már ugye nagyban bizonyították tudásukat országos, illetve nemzetközi megmérettetéseken. Úgyhogy gyakorlatilag ebből áll össze a mai nap, hogy ezeket a tételeket megnézzük, és hát gyakorlatilag örülünk neki, hogy ennyien megtisztelték a versenyünket, valószínű, hogy a nevezők részéről is egy hiteles versenynek minősül. Beszélgessünk még egy kicsit a nevezőkről. Most már a harmadik verseny zajlik itt Nagykanizsán. Egy jól megszokott kör, vagy mindig bővül és bővül azoknak a száma, akik ezen a versenyen meg akarják mérettetni a saját készítményüket? Hát ugye minden verseny olyan, hogy valaki nagyon negatívan zár, és akkor, hogyha ő ezt így nem úgy éli meg, hogy építő jellegű kritikának, és mondjuk a fejlődés útjára lépjen, akkor ők persze, hogy ettől a versenytől elzárkóznak, de mindig vannak újak, akik viszont szívesen megpróbálnák magát a versenyt, tehát hogy milyen egyáltalán megmérettetni, és kíváncsiak arra, hogy a szakma milyen véleményt ad a pálinkájáról. Tehát magyarul van egy rész, aki folyamatosan hozzánk nevez, tehát egy bizonyos csoport, akik már ugye már harmadikon is rendszeresen, tehát már hagyományos módon megjelennek nálunk, és van egy rész, aki egy-egy versenyre benéz, és akkor lemorzsolódik, de mindig vannak újak, tehát van, aki cserélődik, van, akik megmaradnak, például most van, aki ugye már mind a három versenyen volt, van, aki tavaly jött, és nagyon tetszett neki, és az idén is, úgyhogy szóval ilyen vegyes a dolog, de persze mindig vannak újak folyamatosan. Nyilván most még értékelni nem tudunk, viszont a minták tekintetében beszélgethetünk, mik érkeztek a harmadik párlatversenyre. Kimondottan a hagyományos párlatok vannak túlsúlyban, vagy ismét érkeztek meglepetések, különlegességek? Hát ugye, igen, párlatokról beszélünk, de ugye pálinkákat készítünk. Érkeztek persze olyan pálinkák is, amik úgymond különlegességnek számítanak. Itt ilyenre gondolok például a vadgyümölcsök, amit tudni kell a Pannonia párlatversenyre, csak is kizárólagosan gyümölcsből készült termékekkel, pálinkákkal lehetett nevezni. És ez miatt gyakorlatilag, ami különleges, mondjuk ilyen fekete berkenye, akkor nagyon sok a direkttermünk, illetve mondom, ami vad gyümölcsök, vagy pedig hát ilyen különleges vegyes házasítások, ilyen fajta megjelöléssel, tehát ezek ilyen érdekes tételek. Ágyas pálinkát egyáltalán nem fogadott be a versenyünk. Ennek több oka is van. Gyakorlatilag elhatárolódunk ezektől a termékektől, ugyanúgy a zöldség, meg az egyéb ilyen készítmények, amik izgalmas tételek, de nem valók egy házi pálinka megmérettetésre.